Kinek mi volt az első koncertélménye? Életem első koncertélménye az egy Ergo koncert volt, amire 11-12 évesen elvittek, és hihetetlen nagy élmény volt ott. Nekem az első koncert élményem, amin személyesen ott voltam, az Bikini volt, és azt nagyon-nagyon csíptem. Egyébként aztán utána a Pink Floyd volt rám nagyon nagy hatással, ott sajnos nem lehettem ott élőben, de van egy 94-es koncertjük, a Pulse. Érdatlan, tehát hihetetlen. 14 éves voltam, és diszkóba akartam menni, az XXL diszkóba, csak a másik szinten volt a Rocktáncház, és én véletlenül oda keveredtem be, de nagyon jól jártam, mert ez Up volt pont, az Up koncertezett, és nagyon nagy élmény volt. Papszói basszusgitár, minden itt így álltam a basszusgitár előtt, és néztem, hogy mi van, és nem. Élő koncert nem jut eszembe hirtelen, de az első koncert DVD az a Whitney Houston volt, amikor a katonáknak adott koncertet, és fantasztikus koncert volt. És néztem a zenészeket, néztem őt, és hogy vissza volt rakva az arrangja, a koreográfia, minden, ahogy énekelt a Whitney, akkor volt toppon, és az nagyon megmaradt, úgyhogy ezt emelném ki. Hú, hát az elsőt nem tudom, így a falunapi bálok beleszámítanak? Nem tudom. Például nekem egyébként ez érdekes, ami a falu napkor ugye mindig zenéltek nálunk a Karancsapújtőn, és még a Radics Gigi édesapukája is járt zenélni, zenekarra, és én őket nagyon-nagyon szerettem, a Tomiékat, ők nagyon, nagyon ilyen vegyes repertoárt játszottak, de hogyha életem egyik legjobb koncertjét kell mondani, az most volt egyébként a Bruno Mars koncert, ami itt volt az arénában, az olyan volt, hogy konkrétan igaziból elsírtam magam. Nekem egy, azt hiszem, hogy ilyen 90-es évek, 92-90, nem tudom mikor, itt volt a Gypsy Kings először, 12 lettem 11, és akkor a patterom elvitt, és akkor én nem a legelejére értem oda, hanem már akkor egy fél órája ment a buli, és arra érkeztem meg, hogy nem tudom, a régi körcsarnokban sokkal több ember befért, mint most, és csurig volt emberekkel, igen, BS volt a neve, és csurig volt emberekkel, és én azt láttam gyereknek, hogy nem az, hogy nézik a koncertet, hanem benn voltam 12 000 ember, és táncoltak. Tehát, hogy amikor 12 000 ember táncol, és emberte jól szól egy koncert, na, az egy nagyon komoly hatás. Úgyhogy ez már elkísért végig az életem során, hogy ezt tök jól elérni. Remélem, hogy így a Sevennel sikerülni fog. Nagyon szerencsés ember vagyok, mert az első koncert, ami életemben a legmeghatározóbb eseménye volt, az Miles Davisnek a koncertje. A Davis-en voltam, és az olyan hatás, mai napig abban hatás alatt állok, a Davis. És hát meg a másik dolgok, hogy én nagyon szerencsés vagyok, vagyis, hogy én a Lacival együtt nevelkedtem fel, és mi rengeteg R&B koncerteket néztünk, Destiny's Child élőket meg, és azok, ami mai trend hangszerelések, mi már azokat hallgattuk, meg már bingiztünk, meg már, hogy mondjam, nyomozgattunk, hogy mit, hogy vesznek így a feka zenészek, és ez a Seven, ez pont egy olyan alkalom, hogy ezeket szerintem be is fogjuk vetni, ezeket a dolgokat, mert tényleg egy világszínvonali muzsikálást szeretnénk a Seven-nel kapcsolatosan fölvinni a színpadra, és hát én azt mondom, hogy 7 oroszlán ül itt, 7 zenei oroszlán, és szerintem itt kőkövön nem fog maradni, úgyhogy én azt mondom, hogy mindegyikünk külön-külön egyes fűszer, és az, hogy 7 fűszert ha alkalmazni, szerintem még egy mesterszakács sem használ ennyit, de hát várjuk a közönséget sok szeretettel. Seven 2018 április 12 Arena Live.